600 kg halból készült el idén a Szigetköz legnagyobb halászleve, 500 ezer forint gyűlt össze a jótékonysági ételosztáson. Szent István napok, fúvósok, gyermekprogramok, Majka és Körtisz várták az érdeklődőket augusztus 20-án. Életmű kiállítás a Fehérló közösségi házban, Pintér Éva képeivel várják a közönséget. Köszöntöm Önöket, a Moson-Magyaróvár TV híradóját látják. Idén is megfőzték a Szent István napok keretében Szigetköz legnagyobb halászlevét. Ezúttal is 5 helyi étterem fogott össze, akik 1500 főre főztek. 750 liter halászlé készült, mintegy 600 kg halból, amit aztán a helyi nyugdíjas klubok osztottak szét. A befolyt összegből pedig idén a Moson-Magyaróvári tanodát támogatják. Óriás fakanállal kevergeti az embernagyságú kondérban a halászlevet az egyik szakács. A Szent István napok keretében idén is megfőzték Szigetköz legnagyobb halászlevét a Magyar utcán. A tavalyihoz hasonlóan ezúttal is 5 étterem fogott össze. Az egyetem étterem, a Kiskockás, a Korzó, a Magyaros étterem és a Malom Café. Közösen készítjük a halászlevet. Hajnali 1-kor kezdték a munkát a kollégák. 1500 főre készítünk, ami azt jelenti, hogy 750 liter halászlé készül, körülbelül 600 kiló halból, és kb. 200 kiló vegyes zöldség, paradicsom, paprika, hagyma, fokhagyma. Mi nagyon örültünk elsősorban a megkeresésnek, sajnos a készületekben nem tudtunk kivenni a részünket, de viszont szívünkön viseljük az adományozást, illetve a segítőkészséget, így beálltunk az osztásban, tehát mi most a végízesítéshez érkeztünk, és próbáltuk így egy picit hozzáadni a mi tudásunkat is ehhez a halászléhez. Már az osztás előtt fél órával kígyózott a sor a Magyar utcán. Mindenki várta, hogy megkóstolhassa az idei halászlevet. Az osztásban a Moson-Magyaróvári nyugdíjas klubok tagjai segítettek. Most egy szép kodilakúbjától vagyunk itt hárban. Hogy érzik magukat? Mit kell csinálni? Hát én a kenyeret osztom végül is itten, úgyhogy különösen nincs semmi, úgyhogy ez van. Szívesen jöttünk. A nyugdíjasok mellett Árvai István polgármester is felvette a kötényt és segített az osztásban. Elmondta, a halászlé főzés idén is jótékony célt szolgál. Minden évben gyűjtöttünk adományokat, és azt az adományt minden évben átadtuk szociális intézmények részére, akik nyilván a gondozottjaikra fordították. Tavaly, ha jól emlékszem, már több mint 500 ezer forintot tudtunk így összegyűjteni. Idén a Moson-Magyaróvári tanodában tanuló 30 hátrányos helyzetű általános iskolás gyermek javára gyűjtöttek támogatásokat, amit nagy örömmel fogadtak. Nagy szükségünk van minden forintra. Az adományokból részben a gyerekek uzsonnáztatását szeretnénk megoldani. Ezek a gyerekek bár iskolában étkeznek, de örömmel fogadnak el minden uzsonnát, minden ételt. Erre szeretnénk fordítani, másképp szakmai anyagoknak a vásárlását szeretnénk megoldani, tehát különböző irodaszerek, szakmai foglalkoztató anyagoknak a beszerzését szeretnénk megoldani ezzel az adománygyűjtésből. Nagy sikert aratott a halászlé idén is, mindenkinek nagyon ízlett. Nagyon finom a halászlé, és hát már lassan a vége felé járunk a fogyasztásnak. De nagyon finom van. Nagyon finom, és az a legjobb benne, hogy kockára van vágva a hal, és nincsen benne szálka. Az adományokból mintegy 500 ezer forint gyűlt össze. A jelképes támogatást kedd délelőtt vehette át a Moson-Magyaróvári tanoda képviseletében. Nagy Sándor, a Moson-Magyaróvári Kulturális Egyesület elnöke az önkormányzati hivatalban. Dr. Árvai István polgármester az adományát adón bejelentette, hogy az önkormányzat további 500 000 forinttal egészíti ki a támogatást, így 1 000 000 forintot fordíthatnak a Moson-Magyaróvári tanodában tanuló, hátrányos helyzetű gyerekek étkeztetésére, szakmai eszközök beszerzésére. Gyermekprogramokkal, gasztroplaccal, fúvós felvonulással és tűzijátékkal várták az érdeklődőket augusztus 20-án a Szent István napokon. Megfőzték a Magyar utcán Szigetköz legnagyobb halászlevét, délután a Cimbali Band, este pedig Majka és Körtisz lépett színpadra, teltházas koncertet adtak. Augusztus 20-án a Mofén fúvós zenekar koncertjével vette kezdetét a Szent István napok.
A Magyar utcán már reggel 9-kor elkezdődtek a programok. Megnyílt a Mesterségek utcája, ahol az érdeklődők megnézhették, hogyan kovácsolják a patkót, készíthettek csigatésztát, de a fonást is kipróbálhatták rokkán. A gyerekek szívesen fűztek karkötőt és nyakláncot tésztából, de a mackó készítés rejtelmeibe is bepillanthattak. Mindeközben pedig már rotyogott az óriás bográcsban Szigetköz legnagyobb halászleve, amit ezúttal is 5 helyi vendéglátó készített közösen, 600 kg harcsafiléből és 200 kg zöldségből. Már az osztás előtt fél órával tömött sorban álltak az emberek, hogy megkóstolhassák a szigetközi finomságot. A mosoni helyszínen és itt a Magyar utcán is azt hiszem, hogy nagyon népszerű ez a dolog. Azért is találtuk ki, tehát a Szigetköz emblematikus ételét szerettük volna ilyen módon eljuttatni a közönséghez, a városlakókhoz és mindenkihez, aki szereti a halászlét. A jó ebédhez nóta is szólt, mindenkinek nagyon ízlett a halászlé. Ezután a fúvós zene napja alkalmából zenés felvonulás indult a Várnegyedig. A Künek koncert fúvós zenekar, a Juventus koncert fúvós zenekar Sopron, valamint a kapuvári Mihálka Jenő fúvós egyesület zenélt útközben. Várnál több helyszínen változatos programok várták az érdeklődőket. A gyerkőckatlanban óriás fajátékokat próbálhattak ki a gyerekek, de volt ládavasút, óriás labirintus és óriás kötél akadálypálya is. Délután pedig az Apacuka zenekar várta a kisebbeket és nagyobbakat a gyerekszínpadhoz. A dalokban a játékosan együtt velünk tapsolnak, táncolnak, énekelnek. Ez egy amolyan interaktív előadás lesz. A zenekar maga egyébként körülbelül 14 éves már, úgyhogy együtt dolgozunk éjjel-nappal, olyan vagyunk, mint egy nagy család, és nagyon sokat utazunk, nagyon sok családdal tartjuk a kapcsolatot, és nekünk is ugye gyerekeink vannak, családunk van, nekünk a szívünk csücske az, hogy mi családoknak és gyerekeknek zenélhetünk. A várszínpadi koncerteket a Cimbali Band és Danics Dóra nyitotta meg. A banda 10 nagy lemezének zenéjében a kelet-európai életérzés keveredik a népzenével és a közönség által kedvelt modern zenei stílusokkal. Nagyon szuper volt, és ha jól hallottam, akkor mi voltunk az elsők, akik itt a hátunk mögött levő színpadot valaha használták, úgyhogy mi avattuk be a színpadnak a szüzességét, és hát nagyon jól éreztük magunkat, szuper buli volt. Mivel készültetek a Moson Magyaróvári közönségnek? Hát Dórival közös lemezünk anyagát, az Iram című lemezt hoztuk el, ami 2020-ban fonogramdíjat nyert. A Cimbali Band és Danics Dóra után aztán Majka és Körtis hódította meg a várszínpadot. Akkora volt az érdeklődés, hogy a helyszínen órák alatt elfogytak a jegyek. Nincs az, hogy most mondok valami, Kiskunfélegyházán kisebb bulit csinálunk, mint mondjuk Debrecenben a Campus Fesztiválon. Mi mindenhol ugyanazt a műsort, olyan hosszú műsort csinálunk, ugyanazt a látványt hozzuk. Szóval mindenki ugyanarra számíthat, és ettől működik ez a dolog, hogy nem spórolunk, szóval nem az, hogy ja, csak oda megyünk, jó, akkor most 3 lánggal kevesebbet hozzunk, meg 6 slágerrel kevesebbet vigyünk. Oda szerény voltam, na szóval 6 dalnál kevesebbet vigyünk. Úgy is marad egy 15, nem miért kiszámoljuk. Nem tudtok nem slágereket énekelni, vagy játszani, annyi van, nem? Hála jóság, azért ebben nagyon el vagyunk kényeztetve, tehát hogy azért van egy 19 listás, vagy 20 listás, 20 számos tracklistünk, úgyhogy, és az majdnem mindegyik olyan, hogy az emberek az kívülről fújják. A koncert után aztán kezdetét vette az augusztus 20-ai ünnepi tűzijáték, majd pedig a Gastroplacon a Hen House Band koncertjével zárult a pénteki nap. Az eredeti tervek szerint tavasszal szervezték volna meg Pintér Éva 80. születésnapja alkalmából életmű kiállítását a Fehérló Közösségi Házban. A tárlatot augusztus 18-án nyitották meg a közönség előtt, amit szeptember 5-ig nézhetnek meg az érdeklődők.
A Fehérló Közösségi Ház Szigeti Attila termében várták az érdeklődőket augusztus 18-án, ahol Pintér Éva képeiből készült kiállítást nyitották meg. Az eseménynek a grafikus és festőművész 80. születésnapja biztosított alkalmat, így a kiállítás elején dallal köszöntötték Pintér Évát. Boldog szüli napon, boldog szüli napéva, boldog szüli napon. A kiállítás megnyitóján Böröndi Lajos külön erre az alkalomra írt versével köszöntötte a festőművészt. Lassan elsüllyed a kert, a mézsongást is elsodorja a szél. Kifakul a múlt, a színek java már csak a festményekben él. Egy napraforgó sárga délután, egy forró tea a hóba fulló reggelen, emlék csupán, fakuló szürke, mint a füst színű végtelen. A Pintér Éva 80. születésnapja alkalmából megrendezett tárlatot hivatalosan Iváncsics János nyitotta meg. Az alpolgármester elmondta, a komoly gondolatok átadására a művészet minden ága képes, de a szemet gyönyörködtetni és a nézőt elvarázsolni, új világot teremteni az érdeklődőknek a festészet egyedüli módon tud. Ilyenek Pintér Éva képei is, amik minden alkalommal magukkal ragadják a közönséget. Alkotásaiban az a megkapó is, felfoghatatlanul egyedi, hogy az álmokat és a valóságot egyszerre tudja képeiben megmutatni. Olyan érzéseket és érzeteket képes közvetíteni a néző felé, amelyet szavakkal nem tudunk elmondani, kifejezni. Az ember életében sok dolgot tapasztal, évről évre bölcsebb és tisztánlátóbb lesz. Ezek a jelek egy átlagos ember életében is könnyen észrevehetők, de egy művész munkásságában látni, hogy az évek telnek, felemelő és lenyűgöző. Az alpolgármester hozzátette, Pintér Éva alkotó művészi nagyságát bizonyítja, hogy munkássága nem szétválaszt, hanem egybeköt, hiszen nevéhez fűzhető Mosonmagyaróvár és a szlovákiai Somorja testvérvárosi kapcsolatának létrehozása is. Pintér Éva fiatal korától kezdve a festészetnek él. Mentora és tanára Tallos Prohászka István volt, akinek nevével egy egyesületet is létrehozott. Művei között főként tájképek szerepelnek, azonban sokszor adnak inspirációt a virágok is a festőművésznek. Én mindig is szerettem a virágokat festeni, mert a színekkel szeretek játszani, és hát a virág adja a legtöbb színt. Szinte egy színtanulmány, akármelyik virágot nézed, és olyan csodálatosan lehet kihozni egy-egy csendéletet, hogy az magába véve az egy tanulmány nekem, és gyönyörködtet másokat. A Pintér Éva 80. születésnapja alkalmából nyílt életmű kiállítás egészen szeptember 5-ig látogatható a Fehérló Közösségi Házban. Az Így élünk mi elnevezést kapta az a rendezvény, amely a falusi élet bemutatását, népszerűsítését célozta meg. Duna remetén a kikötőhöz várták az érdeklődőket, akik megtanulhattak túrót készíteni, vajat köpülni, bepillantást nyerhettek a szalmafonás rejtelmeibe, közben pedig Greznár Zoltán és zenekara zenélt. A Lajta Néptánc Együttes ropta a fák alatt, miközben Greznár Zoltán és zenekara biztosította a talpalávalót. Ők gondoskodtak a jó hangulatról, miközben több tucatnyian kíváncsian kémlelték a falusi életet bemutató foglalkozásokat. Ennél az asztalnál éppen túró készül. Hát nem egy gazdaságos dolog ez a túrókészítés, elég sok a veszteség, de határozottan jobb. Élelmiszert kapunk. Most itt éppen egy adag elkészült, tehát ez a leszűrtem egy része most itt belekerült ebbe, másik részét, a sűrűbbet fogom most átszűrni. A túrókészítésen túl a vajköpülést is bárki kipróbálhatta. Éhesen senki sem maradt, ugyanis a dunakiliti főzőtündérek gofrit kentek, de marhagulyás is készült. A Lajta Művészeti Alapítvány az Agrárminisztériummal partnerségben szervezte meg az Így élünk mi elnevezésű programot Dunaremetén, hogy népszerűsítsék a falusi életet. Azokat a dolgokat, amik olyan pozitívumok a hagyományban, akár egy vajkészítés, akár egy túrófőzés, de a passzománykészítéstől kezdve a kötés, horgolásig bármi, amit nem csak a faluban, hanem városban is lehetne használni, és amik könnyebbé teszik az életünket.
A kikötőben nem hagyományos ugrálóvárban, hanem szalmabálákon ugrálhattak a gyerekek, miközben a felnőttek a kézműves vásárban sétálhattak, ahol helyi termelők árulták portékáikat. Sajtot, lekvárokat, ékszereket, de házi szörpöt is lehetett vásárolni. Két nagy rendezvény lesz a közeljövőben, a hétvégén a Bertóké napokra várják az érdeklődőket Halásziban, szeptember 5-én pedig Rozália napi búcsút tartanak Mosonban. Általános közmeghallgatást tart a szlovén nemzetiségi önkormányzat. Az érintetteket augusztus 27-én pénteken 11 órakor várják a polgármesteri hivatal első emeleti tárgyalójában. Néhány mondatban az elkövetkezendő napok időjárásáról. Csütörtök délelőtt változóan napos felhős időre van kilátás, majd délután egy hideg front éri el hazánkat, ami miatt az ország egész területén esőre, záporokra kell számítani. Élénk lesz a szél, napközben 24 fokot mérhetünk majd. Pénteken csökken a hőmérséklet, futózáporok, zivatarok térségünkben előfordulhatnak. Marad az élénk, olykor erős szél, 22 fokig melegszik a levegő. Kedves nézőink, Önök híradónkat látták. Most a Székely Konyha és Kert című magazin műsort következik. Csütörtökön 19 órától a Diagnózis című műsort vetítjük, még friss hírekkel legközelebb pénteken 19 órakor jelentkezünk. Tartsanak velünk a továbbiakban is, viszontlátásra!